Köszöntöm a nézőket, ez a Pannon Televízió esti híradója, Friedrich Gertrud vagyok. Október 14-e van Helén névnapja. 83 éve Krájevóban mindössze néhány nap alatt több mint 2000 ártatlan civilt lőttek le a németek a világháború idején. 77 éve ezen a napon először repültek a hangsebességnél gyorsabban. Műsorunk elején érkeznek a nap fontosabb hírei, először csak egy-egy mondatban. A határátlépést érintő legfontosabb kérdésekről egyeztetett Ivica Dacic és Pintér Sándor. 10 éves a berlini folyamat. Hamarosan megjelenik az energiahatékonysági pályázat Zentán. Izraeli légicsapás ért egy iskolai épületet a gázai övezetben. Szerbia és Magyarország belügyi együttműködése harmonikus és eredményes, jelentette ki Pintér Sándor Szerbiában tett látogatása során. A magyar belügyminisztert Ivica Dacic, Szerbia belügyminisztere fogadta a Horgos-Röszke autópálya határátkelő helyen. A két fél közötti tárgyaláson a határátlépést érintő legfontosabb kérdésekről beszéltek. A szerb és a magyar belügyminisztérium közös célja és feltett szándéka, hogy minél egyszerűbbé tegyék a két ország közötti átjárást. Elsősorban az utas és a teherforgalom segítése kapcsán szeretnének intézkedéseket bevezetni. A drugi izazov, o kojem stalno govorimo ovde, jesu upravo ovi granični prelazi na kojem se mi sad nalazimo. A to je kako da učinimo da to bude efektivnije, kako da učinimo da ima što manje zadržavanja, kako da učinimo da ovde protok ljudi, robe, bude znači, i putničkih i teretnih vozila, a ne možemo samo da govorimo znači, o drumskom saobraćaju, nego moramo da govorimo i o železničkom saobraćaju. A tárgyaláson szó esett továbbá az illegális migrációról is. Pintér Sándor kiemelte, hogy 2024-ben a tizedére csökkent az illegális határátlépők száma Szerbiából Magyarország irányába. Ennek megfelelően mi két részre osztjuk őket, akik békésen érkeznek, vagy akik erőszakosan érkeznek. Mi naravno gledamo koji su oni koji dolaze, znači sa dobrom namerom i koji su oni koji dolaze agresívno i napadaju. Akik betontömbbel, betonvassal, különféle kövekkel támadnak a rendőrjárőreinkre, az őrökre, azokat semmi szín alatt nem tudjuk menekültnek tekinteni. Oni koji gađaju kamenjem policajce ili šipkama policajce, njih nikako ne možemo da smatramo kao izbeglice. A békésen jövőket, a családokat, az eddig is befogadtuk, a kísérő nélküli gyermekeket minden esetben befogadtuk, és megfelelő nevelésbe, iskolai lehetőségekhez juttattuk hozzá. A találkozón szó esett továbbá az Európai Uniós Határregisztrációs Rendszer, azaz az ES rendszer bevezetéséről. Az automatizált informatikai rendszer a jövőben rögzíti majd a nem uniós országokból érkező utazók be- és kilépéseit a határátkelő helyeken. A nyugat-balkáni országok vezetői a német fővárosban gyűltek össze, ahol a berlini folyamat 10. évfordulóját ünneplik. A találkozó résztvevői egyebek mellett aláírták a nyilatkozatot, amely a közös regionális piacról, valamint a felsőoktatáshoz való hozzáférésről szól. A berlini folyamat találkozóján Szerbiát Milos Vučević miniszterelnök képviselte, aki ismertette Szerbia tervét és megismételte Szerbia eltökéltségét, miszerint továbbra is az európai úton szeretne maradni. Ekonomia, što je dobro za nas, jer Srbija je tu vrlo, da kažem, ubedljiva i upečatljiva kada se priča o brojevima. Bilo je dosta tema oko migrantske krize, bilo je dosta tema oko usklađivanja viznih režima. Naravno, neko odgovornik uvek pomene Ruse, Kineze, toga uvek ima, ali stičem utisak da nije prevladao neki negativni kontekst, nego želja da Nemačka poruče svima da bi trebali da budu deo Evropske unije. Olaf Scholz német kancellár a csúcs találkozó megnyitóján kiemelte, az Európai Unió csak a Nyugat-Balkánnal teljes, és a térség országainak további lépéseket kell tenniük a közös jövő felé. Scholz felhívja a figyelmet arra, hogy mindenki tudja, hogy a nyugat-balkáni régiót még mindig a múlt konfliktusai alakítják, és itt az ideje, hogy leküzdjük ezeket, és a térséget a jövő felé irányítsuk.
Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke kiemelte, a berlini folyamat a közös regionális piac előmozdítójává vált, valamint hozzátette, hogy a nyugat-balkáni növekedési terv keretében a 6 milliárd eurós kifizetések az év végére megkezdődhetnek. The better the common regional market functions, the better the Western Balkans economies can be step by step integrated in our European single market. And this is my third and last point. We needed a bridge between the common regional market and the European single market. And this bridge is our growth plan for the Western Balkans. Az eseményen kétoldalú tárgyalásokat is tartottak, egyeztetett a szerb és a magyar miniszterelnök is. Milos Vučević és Orbán Viktor találkozójáról a szerb kormányfő Instagram oldalán közölt részleteket. Azt írta, szívélyes beszélgetést folytatott Orbán Viktor miniszterelnökkel, Szerbia őszinte barátjával. A Nemzetközi Valuta Alap delegációjával tárgyalt ma a szerb elnök Belgrádban. A megbeszélést követően Alekszandar Vučić Instagram bejegyzésében azt írta, Szerbia továbbra is a stabilitás útján halad, de az eddigieknél is fegyelmezettebbnek és felelősségteljesebbnek kell lenni. Vučić hozzátette, az IMF-fel folytatott tárgyalás nehéz volt, de nagy előrelépés történt. Megerősítették a 2025 és 2027 közötti időszakra vonatkozóan a 3%-os költségvetési hiány fenntartásáról szóló megállapodást, előtérbe helyezve a beruházásokat. Köszönetemet fejeztem ki, hogy a Nemzetközi Valuta Alap támogat minket, és hangsúlyoztam országunk elkötelezettségét a költségvetési konszolidáció és a strukturális reformok végrehajtása mellett, beleértve az energiaszektor reformját és az állami vállalatok irányítását, írta a szerb elnök. Hamarosan a Zenta községbeliek számára is elérhetőek lesznek az energiahatékonysági pályázatok. Az előző évekhez hasonlóan most is nyílászárók cseréjére, hőszigetelésre, fűtéskorszerűsítésre, napelemek beépítésére, illetve gázkazánokra pályázhatnak a lakosok. A pályázat a bejelentések szerint pénteken, de legkésőbb jövő hétfőn jelenik meg. A következő napokban kiírásra kerülő energiahatékonysági pályázatok kapcsán tartottak hétfőn lakossági fogadónapot Zentán. A polgárok részéről ezúttal is nagy volt az érdeklődés. Három utcai ablak, három belőrű, meg plusz a két bejárati ajtó, mert két különálló lakásra lett osztva ház. És akkor ezeket szeretném, ha meg tudom csinálni, mert azért az 50% az hozzájárulás az egy kicsit megfog. Tehát nem tudom, hogy majd teljesíteni tudom-e. És akkor majd meglássuk, hogy mit ad a sors. Majd hétfőtől a pályázattól meg kérek egy előszámlát, és akkor már tudom, hogy körülbelül mire számíthatok. Fontos, hogy a pályázatra csak azon személyek jogosultak, aki vagy a tulajdonosa, vagy a felhasználója az adott háznak, illetve arra a címre be is van jelentve. A beadáshoz szükséges dokumentációk között egyebek mellett szerepelnie kell a kitöltött adatlapnak, a személyigazolvány fénymásolatának vagy kinyomtatott oldalának, több tulajdonos esetében pedig a társtulajdonos beleegyező nyilatkozatának. Emellett idén is vannak csomagok, ahol több pontra is kérhető a támogatás. Nagyon fontos az, hogy a gázkazán csere esetében, hogyha gázról gázra cserének, legalább 15 éves kell, hogy legyen a régi gázkazán, illetve, hogy a gázszolgáltatótól idén nem igazolást kérnek, hanem a csatlakozási szerződéseket, ami általában mindenkinél megvan otthon. Megint 50%-os részesedésre tudnak pályázni a polgárok, abban az esetben, hogyha maga befektetés nem éri el a felső határt, ami a pályázatban föl van tüntetve. Arra kérünk mindenkit, hogy nagyon részletesen olvassa el a pályázati kiírást, hogy aztán később ne legyenek félreértések belőle, és mindenkinek sok sikert kívánunk a pályázaton. A lakossági felhívást követően minden pályázónak 10 nap áll a rendelkezésére, hogy beszerezze a szükséges dokumentumokat. A kérelmek elbírálása beadási sorrendben fog történni. Az érdeklődők bővebb információt Zenta község honlapján vagy a Városháza ügyfélszolgálatánál kaphatnak.
A Szekeres László Alapítvány ismét megszervezte Szabadkán a Budapesti Semmelweis Egyetem Pető András karának intenzív kurzusát, amely ezúttal a központi idegrendszeri sérülésekkel küzdő gyermekek számára nyújt lehetőséget a fejlesztésre. A kurzus ma kezdődött, és 3 héten át tart a Szabadkai Vackor Magyar Iskoláskor előtti nevelő és gyakorló intézmény épületében. A 3 hetes időszakban a rendszeres fejlesztés mellett gyermekek számára szűrővizsgálatokra is sor kerül, mondta Kossányi Tamás. A Szekeres László Alapítvány szakmunkatársa hozzátette, hogy a szűrésekre a szakemberek a központi idegrendszer sérüléssel rendelkező gyermekeket várnak, akiknek vezető tünete valamilyen mozgássérülés. A szűrésre egész vajdaság területéről jelentkezhetnek a gyermekek. A célja az, hogy elsősorban az, hogy az embereknek segítsenek. Ebbe beletartozik nagyon sokféle állapot és betegség, idegrendszeri állapot, úgy felnőttek, mint gyerekek számára is. A felnőtteken a Parkinson-kor, a szklerózis multiplex, hemiplégia, valamilyen baleset következtében okozta a sérülés, idegrendszeri sérülés, ezen kívül a gyermekek számára is olyan idegrendszeri sérülés, mely a mozgás szervükben mutatkozik meg. Ilyen gyermekek és felnőttek lesznek az elkövetkező 3 hétben itt a Vackor óvoda tornatermében. Ezeken a típusú vagy állapotú embereken és gyermekeken segítenek a Budapestről érkezett konduktorok. Izraeli légicsapás ért egy iskolaépületet a gázai övezetben. A támadásban legalább 20-an meghaltak, köztük gyerekek is, és többen megsérültek. Az iskola épületét menedékhelyként használták, több száz palesztin tartózkodott itt. Libanont is több izraeli támadás érte, legalább 30-an életüket vesztették. Izraeli tankok hatoltak be erőszakkal az ENSZ Dél-Libanonban állomásozó békefenntartó egységének, az UNIFIL-nek az egyik támaszpontjára, közölte vasárnap a világszervezet. A páncélosok lerombolták a támasz főbejáratát, és erőszakkal behatoltak annak területére. Az ENSZ kéksisakosok az utóbbi napokban több alkalommal is tűz alá kerültek. Nézzük, mi lesz még a híradóban. Őszi zsidó kulturális fesztivál lesz Szabadkán. Sorsdöntő mérkőzés előtt áll a magyar labdarúgó válogatott. A Pannoner TV székháza adott otthont az Elektronikus Média Szabályozó Testület Tárt kapukkal című projektje szabadkai találkozójának, amelynek célja megismertetni a legkisebbekkel az elektronikus médiumok működését. Ehhez a kampányhoz csatlakozott médiaházunk, ahol a hét folyamán minden nap fogadunk óvodás csoportokat. Ezt követően pedig egy óvodapedagógusoknak szóló média ismereti műhelynek voltunk házigazdái. A Pannoner TV-nek folyamatos a kapcsolata a köztársaság médiahatósággal, és ez a közös projekt is jó példája ennek. Jó napot kívánok, ez a Pannon TV híradója. Nem messziről érkeztek a méhecske és a mókus csoport gyerekei a Pannonba. A Kolibri óvoda ugyanis közel van médiaházunkhoz, így a gyerekeknek nem volt teljesen ismeretlen az épület. A kicsiknek először megmutattuk, hogy néz ki a kamera és a mikrofon, és már indultunk is megnézni a szerkesztőséget, ahol a munkatársak a híradó szerkesztés fortiairól beszéltek a kicsiknek. Neked mi tetszett a legjobban itt a televízióban, vagy a rádióban akár? A zene. A zene tetszett? Melyik rádió zenéje tetszett? A Pannon rádiói, vagy a Szabadkai Magyar rádiói? Pannon rádiói. A gyerekek látogatása után kezdődött ugyancsak az Elektronikus Média Szabályozó Testület szervezésében egy továbbképzés óvodapedagógusoknak, amelynek témája a média ismeret volt. 25 óvodapedagógus vett részt a Nasaradost iskoláskor előtti intézményből. Smatram da većina ljudi misli da deca predškolskog uzrasta ne trebaju da se medijski opismenjavaju, međutim to je jedan veoma značajan period u životu koji u stvari predstavlja temelj za buduću ličnost budućeg čoveka. A Pannoner TV-nek folyamatos a kapcsolata a köztársasági médiahatósággal, hiszen ők tartatják be a törvényes médiakereteket. A Pannoner TV emellett folyamatosan törekszik, hogy kicsiknek és nagyoknak egyaránt fogyaszthatóvá tegye a tartalmakat. A Pannon igyekszik
olyan műsorokat készíteni, amelyek vonzzák a nézőket. Ezt úgy tudjuk legjobban elérni, hogyha magukról, a nézőkről, a közösségről készítünk anyagokat, mert a nézők akkor ülnek a képernyő elé legszívesebben, hogyha saját magukról és környezetükről látnak beszámolót. A médiahatóság külön kutatást végzett az óvodapedagógusok körében, és az a megállapítás született, hogy a gyerekek már a legkisebb kortól ki vannak téve a média hatásának, de velük senki nem foglalkozik és nem oktatja őket ebben a témában. Ezért volt fontos ennek a képzésnek a létrejötte. Ovo su treći dani medijske pismenosti, otvoreni dani medijske pismenosti koje regulatorno telo sprovodi. Ove godine su u tim danima uključeni tri grada, to su Beograd, Novi Sad i Subotica. U Beogradu su uključeni Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, Naksi Radio, TV Prva. U gradu Novom Sadu RTV Vojvodina je uzelo svoje učešće i u Subotici Radio Televizija Panon je uzela učešće u otvorenim danima medijske pismenosti. Todorović elmondta, 6 éve foglalkozik a médiahatóság a médiaismeretekkel, és folyamatosan dolgoznak azok népszerűsítésén az országban, külön odafigyelve a kiskorúak védelmére. Akkor mosoly! Felújítják, majd művészek alkotásaival díszítik Szabadkán a valamikori Belgrád áruház külső falait. A Korvin Mátyás utca felőli oldalon már felállították az állványokat, hogy megkezdhessék a homlokzat felújítását. A korzó felüli részt képzőművészek alkotásai fogják díszíteni, az oszlopokon pedig QR kódok segítségével részletes leírást kaphatunk a művekről és azok szerzőiről. Az IT Szabadka 2030 nevű szervezet képzelését a Szabadkai Községközi Műemlékvédelmi Intézet és a Szabadkai Kortárs Galéria is támogatta, valamint az épület tulajdonosai is hozzájárultak. A pályázatot a tél folyamán hirdetik meg, a művészi festés pedig tavasszal esedékes. Petár Stakic, az IT Szabadka 2030 ügyvezető igazgatója a projekt kapcsán azt mondta, ezzel szeretnének az egykori szocreál stílusú épületnek friss, művészi megjelenést adni, miközben nem sérül a városmag szecessziós összképe. Jövő héten kezdődik a jubiláris 10. őszi zsidó kulturális fesztivál Szabadkán. A rendezvény célja, hogy a zsidó kultúrát, örökséget különböző programokon keresztül mutassák be a közönség számára. Koncertek, hangverseny és színházi előadás várja a nagy érdeműt október 21-e és 26-a között. A programokat a Szabadkai Zsinagógában, a Szabadkai Népszínházi Adrán színpadán és a Zsidó Hitközség nagy termében tartják. A fesztivál megvalósulását ismét Szabadka város támogatásának köszönhetjük, és külön ki kell hangsúlyozni, hogy a Sabbath Song Klezmerben föllépését a mi városunkban, ezen a fesztiválon az idén is Magyarország főkonzulátusa, Szabadkai főkonzulátusa támogatta. Hagyomány az is, hogy az összes eseményünk ingyenesen látogatható. Egyedül a Hegedűs a háztető musicalre kell jegyet igényelni, illetve felvenni. Erre október 17-én csütörtökön a délelőtti órákban 11 és 12 óra között, illetve ugyanaznap 17 és 18 óra között a Szabadkai Zsidó Hitközség kapubejáróján lesz alkalma az érdeklődőknek. Martonoson idén is megrendezték a Fatimai ünnepséget, amelyre Vajdaság számos településéről érkeztek hívők. A résztvevők Szűz Máriára emlékeztek, és közös imával, valamint gyertyás körmenettel tisztelegtek előtte. A Fatimai jelenések sorozata 1917-ben Fatima városának közelében zajlott, összesen 6 alkalommal. A római katolikus egyház hivatalos álláspontja szerint a szűzanya 3 pásztor gyereknek jelent meg. A legjelentősebb utolsó jelenés 1917. október 13-án történt, amelyet mintegy 70 ezer ember látott. Ez egy nagyon-nagyon szép mise van. Szép a mise, szép a körmenet, nagyon-nagyon gyönyörű.
Szűz Máriát minden évben megemlékezéssel ünneplik Martonoson, ahol ilyenkor nagy tömeg zarándokol a faluba, de helyi hívők is szép számban eljönnek. Minden évben vendéget hívnak Martonosra, aki az ünnepi szentmisét celebrálja. Idén Mirko Stefkovics nagybecskereki megyés püspököt kérték fel. Az emberekben az a szeretet, a szűzanya iránt, és az, hogy a szűzanya vigyáz ránk, óv, és lelkiekbe feltöltődünk, és nagyon, de nagyon boldogan térünk haza mindig az ilyen búcsúkból. A fatimai ünnepség keretében rengetegen gyűltek össze Martonoson. A szentmisét követően gyertyás körmenetre került sor, amelyen fúvó zenekar kíséretével a hívők körbe vitték a Fatimából hozott Szűz Mária szobrot a falu központjában. Az útvonalat helyi gyerekek és szüleik égő gyertyákkal mutatták. Mondjuk rá, ötször már vezettem annak idején zarándok csoportokat Fatimába, Lourdesba is, meg Fatimába is természetesen, és hát ugye mindig jöttek a nehezebb időszakok, akkor úgy láttam, hogy hát nehezebben juthatnánk el ismételten Fatimába, inkább akkor szervezzük mi is meg olyan értelemben, hogy itt ugyanazokat a ugyanolyan formában próbáljuk a körmenet, például az ünnepi szentmisét megtartani, mint Fatimában. Tehát megkértük, szinte mondhatom képletesen, hogy megkértük a drága édesanyánkat, hogy látogasson el ide hozzánk. A magyar kormány támogatásának köszönhetően új televízióval és vetítővel gazdagodott a Martonosi templom. Az eszközök nem csak a mindennapi egyházi tevékenységeket könnyítik meg, hanem az ünnepségek lebonyolításában is segítséget nyújtanak. Fennállásának 134. évfordulóját ünnepli a Szabadkai Városi Könyvtár. A jeles napon részt vettek a legelkötelezettebb kisgyermekek, akik játékos vetélkedőkkel, tortával és zenével ünnepeltek. A Szabadkai Városi Könyvtár a város egyik legrégebbi kulturális intézménye. Dolgozói a mai digitális világban fontosnak tartják a könyvek népszerűsítését. Ezzel kapcsolatban rendszeresen szerveznek különféle programokat, melybe igyekeznek a legkisebbeket is bekapcsolni. Cseh Vencel, a Szabadkai Széchenyi István Általános Iskola második osztályos tanulója mesekönyveket olvas legszívesebben. Én nagyon szeretek olvasni, főleg a Süsüt, meg a Geronimo Stilton nagyon szeretem, csak azokat szeretem, mert nagyon jó dolgok vannak benne, főleg van a Geronimo Stiltonba. A könyvtár napja egy fontos esemény, ahol az olvasást tudják népszerűsíteni a fiatalok körében. Ezen a napon együtt ünnepeltek azok a gyerekek, akik rendszeresen látogatnak el és kölcsönöznek ki könyveket. Nekik ügyességi játékokkal és tortával is kedveskedtek. Azt szeretném, hogyha ez egy igazán emlékezetes buli lenne a gyerekek számára, és nagyon szép emlékekkel távoznának, ugyanis a könyvtárnak célja az olvasóvá nevelés, ezen kívül azt, hogy beszoktassuk őket a könyvtárba, és ennél fogva minden eszközt megragadunk, hogy ezt el is érjük. Tehát nem csak az, hogy beszoktassuk, hanem jól is érezzék magukat nálunk. A könyvtár születésnapja alkalmából könyv az én szemszögemből elnevezésű fotópályázatot hirdettek középiskolások részére, melyre a beküldési határidő október 22-e. A válogatott képekből kiállítást készítenek, a három legjobb alkotás beküldői pedig értékes nyereményben részesülnek. Sorsdöntő mérkőzés előtt áll a magyar labdarúgó válogatott. A Nemzetek Ligája élvonalának negyedik fordulójában a bosnyák csapattal mérkőznek meg a magyarok. A két nyeretlen csapat csatájának győztese szinte biztosan az osztályzót jelentő harmadik helyen zár majd. A 20:45-kor kezdődő Magyarország-Bosznia-Hercegovina összecsapást az M4 Sport, a Kossuth Rádió és a Nemzeti Sport Rádió élőben közvetíti. Az este viszont még egy mérkőzés tartogat. Az Illovas németek a hollandokat fogadják a müncheni rangadón, ahol a csoport elsőség a tét. Eddig tartott a híradó, nézzük, melyek voltak kiemelt témáink. A határátlépést érintő legfontosabb kérdésekről egyeztetett Ivica Dacic és Pintér Sándor. 10 éves a berlini folyamat. Hamarosan megjelenik az energiahatékonysági pályázat Zentán.
izraeli légicsapás ért egy iskolai épületet a gázai övezetben. Köszönjük figyelmüket, további híreket és információkat honlapunkon találnak a pannonrtv.com-on. Legyen szép estéjük, viszontlátásra!